Sziasztok, itt vagyunk ismét Hamupipőke következő részében, és ezer bocsi, hogy az előző részben egy kicsit kapkodtam, meg össze-vissza mentem, de hát nagyon korán volt, amikor csináltam a videókat, úgyhogy ezt most el is tüntetem. Próbáltam egy kicsit följebb hozni mindenkinek a szükségleteit, nem tökéletes még, de azért már nem annyira gáz. Itt is nem soká ennie kell. Igen, tudom, hogy az iszi ki, hogy az anyukával alszik együtt, de hát helyszűke miatt most ezt nézzétek el nekem. Itt még valami tűzölök, úgyhogy ezt is elteszem. Jó, és akkor azt gondoltam, hogy ugye 9 óra 21 van, ja, de most éjszaka van, de akkor még aludjanak. És akkor valamikor majd ide, gondoltam, hogy ide hívom azt a pasit, és akkor tényleg elkezdek vele flörtölni, és ugye házasodni nem házasodhat össze addig, amíg az anyuka él. Hopsz, itt van, pont itt. Emlegetett szamár, most itt van anyuka. Még mindig fiatal felnőtt. Ezt hogy a fenébe lehet? Na, várjatok. Öregedés. Igen, nem csak az aktív háztartás. A nem játszott címek is öregedjenek. Ennyire nem telt az idő, hogy nem öregedett, vagy megfiatalítottuk esetleg hófehérkét? Hát én ezt úgy nem tudom. Most vagy nem is értem. Jó. Gyere, most kicsit keljél föl. Hát anyuka az úgy, ja, adtunk neki kulcsot. Tök jó. Gyere, vegyél egy adagot. Jó, és akkor gyere, közben ide is jöhetni. Ja, a tévét is nézhetnék közben. Gyere ide. Jaj, de leült, de cuki. Kaptunk 208 szimolaunt. Na, vigyázz szépen a kis tortádat, úgy. Jó, ki éhes még nagyon? Te is nagyon éhes vagy, úgyhogy gyere, te is egyél egy ilyet. És te is éhes vagy, de te még egy kicsit alszol. Szerintem ezt utána meg is eheted. Milyen izé van itt, ilyen... Mi ez ilyen távirányító, vagy mi? Ilyen modern asztal. Szuper. Meddig lesz jó még? Még egy óra hosszáig, úgyhogy egyétek. Jó, nem volt elég, úgyhogy majd még kicsit ehetsz, még egy adagot ehetsz. Még éjszaka van, még várunk. Nem, most nap, azt hiszem, hogy nem, most nyár van. Szerintem most váltották, most hajnal van még. Tudnám, hogy ebbe ki van. Elpusztítom, mert nem kell ide. Egy sírizé úrna. Oké, na nézzük. Te hogy állítasz? Te... Figyelj! Gyorsan egyél, amíg jó. Gyere gyorsan. Egyél. Várj, kit is ismertél meg? Na már. Hát de azt is ismerjük. Ó. Ő hol lakik? Most nem hiszem el, de hát ismerjük. És eltűnt. Itt van né. Akkor itt van. De lehetettük, hogy ott nem tudtam bejelölni. Furi. Léci, gyere. És itt... Ja, várja, nem is. Várja, nem is vele akartunk. Várja. Ővel akartunk. Ó, fenébe. Igen, van neki. Megumi, itt a házastársa. Aha. Hát ez így pont nem jó.
Pont nem jót hívtam át. Ugye megnézem, hogy hol van. Jó, akkor téged hazaküldünk. Bocsi, küld haza. Ja, gyere, nyugodtan. Gyere, nyugodtan be. Küld haza. Jó, és akkor őt hívjuk. Őt nem tudjuk ide hívni. Jó, akkor csevegetek. Lehet, hogy nem elég ki ismeri még. De hát jobban ismeri, mint ő. Tehát miért nem jöhet ide? Ó, neki is van házastársa. Na jól van. Hát akkor így jártunk. Akkor gyere te. Hát akkor kénytelenek ezek vele. Megjött a csődör. Szálim. Hogy nem az ő... De Szálim szerintem az előzőeknek is Szálim volt a apjuk. Hát így egy apjuk lesz. És bízom benne, hogy lány lesz. Megpróbálunk epret összedni valahonnan, vagy veszünk egy párat majd számítógépen. Lehet, hogy veszek is egy számítógépet neki. Amúgy is kellene szerintem egy számítógép a háztartásba, majd valahova leteszem. Nem tudom, hogy hova. Talán ide, ide. Vagy ide lehet, nem lehet. Aha. Ó, szuper. Gyere, csinálj egy tesztet. Remélem, terhes vagy. Jaj, de szó, jók ezek a képek. Hopp. Na gyere! Igen. És akkor reméljük, hogy ez lány lesz. Gyors veszek valami kis számítógépet, hogy nem is kell számítógép, hanem tudjátok mi kell, hanem egy ilyen, de ilyen nincsen nekünk itt, de van ott van, akkor még azt se kell venni. Hanem itt veszünk egy pár vetőmagot, nem virág kell, hanem gyümölcs kell nekünk. Na gyere ide, légy szíves, mert el akarom nézni azt a leveleset, mi jött. Répát nem ehet, répát még véletlenül se eheti meg. Na várjunk, kapott egy csomó ajándékot. Ezeket eladjuk, mit még? Ezeket, a répát is, mert akkor tudtira azt fogja megenni. Jó. Hát sajnos nem volt benne. De honnan tudnék epret szerezni? Ezt takarítsd el addig. Lehet szavazhatnál is. Most gondolkozok, hogy van-e valahol, ahol van eper. Na várjunk csak mindjárt, most eszembe jutott egy. Milyen legyen?
Legyen ilyen, ilyet szeretnék, ez ők nyerjenek. Szuper. Jó, akkor tudod, hogy most elmegyünk, gyere. Elutazunk, és megnézem a sivatagba, mint hogyha ott lenne eper. Jó, akkor egyel szőlőt. És az jutott eszembe, hogy itt szokott lenni, hol is van ez itt. És sárgarépa. Ó. És sárgarépa. És zsája. Margaréta. Margaréta. Ez pedig nem, hát nyilván ez egy citrópa, vagy valami hasonló. Ha. Vagy esetleg, tud-e... Ja, most neki el kéne menjél dolgozni? Ja, bocsi. Ja, hogy neki dolgozni kéne menni. Ezt nem néztem. Jó, hát akkor elmegy dolgozni, de... Aztán maximum majd visszajövünk. Ha ide már nem is, akkor a parkba még azt megnézem. Hát nem léptették elő. Ezt szinte gondoltam is. De gyere, egy kicsit rendbeszedlek. Először is vegyél egy jól szuhanyt, hogy ezt a ruhát levet. Utána megnézem, hogy van-e még a hűtőbe egyet. Talán nem is ezt fogom kipróbálni. Ezt szeretném. Egyet, nézzük, egy ilyet. És már fel is öltözött a hál... Imád a hálóruciába lenni. Na gyere, csücsönj le. Aha. És ezt utána meg is tudod enni? Remélem. Aha. Ó, de jó. Kis leves. Jelzonál. Hát ez tök jó. Jó, ja, hogy ezt így, ja igen, ezt ő csinálta, és ez el is fogyott. Aha. Na, hát ez tök jó. Ilyet majd csinálom még. Amúgy a gyerekek is tudnak vajon ilyet csinálni? Lehet, ezt az epres dolgot hagyom, bár még azt mondtam, hogy elviszem a sivatagba, megnézem, hogy ott esetleg találunk-e epret. De... Mert az is eszembe jutott, hogy hát, hogyha eper minden nélkül is lány lesz. Ha meg nem, akkor tényleg az lesz, hogy akkor fiú lesz. Vagy megnézem, mi az, amit jobban át tudok alakítani. Az eszköztárazban? Hogy maximum odaadjuk valakinek ajándéknak. Oké, oké, mennyi a tévét. Nyugodtan mennyi a tévézni. De lehet, hogy tehetnék nektek ki valami mászókát, vagy valami játékot. Mindjárt nézek nektek valami játékot ide. Szerintem még ide kifér simán. Na nézzük, hinta. Hinta az tökre jó lehet. Mi legyen még? Na mindegy, most egyenre ez elég. De ki tudnak jönni hintázni. Gyere, hinta.
Ja, te meg tudod, mit te meg mennyire el először fürödni? Vegyél egy gyors zuhanyt, és akkor utána meg maximum ide jöhetsz vele. Jó, a fiúk meg szerintem jól el vannak itten. Kicsit barátkozunk. Ahogy tök jó fejek. Olyan kár, hogy nem lehet valami másik Walt Disney-s figurát? Na közben még aludtak a gyerekek, addig én szépen majd mint hogy pörgettem az időt, és nem vettem föl. Viszont előléptették hófehérkét, mindjárt mutatom nektek. Mostantól ugye konyhaművész lett, és itt is meg tudom mutatni. És kapott valami konyhai valamit, meg 515 cimbolaon. De jó, mert előtte 300-at elköltöttem arra, hogy rossz volt a vécé. Már hófehérke, már megint itt van. Komolyan, el fogom tőle venni a kulcsot most már. Küld már haza. Menjél haza. Azt akarom, hogy teljen az idő, és menjen aludni. Mert szeretném meg a szülni, elmenne szülni most már, mert tudom, hogy most már nem sok van. 13 óra, hát az még az elég sok idő. De nem baj, most pörget. Na, te miért keltél fel? Pisilni, ja. Menjél vécére. Aztán vegyél egy. Szuper. Te is, te meg aztán, nem tudom, hogy van-e még maradék, de szerintem még van. De vegyél egy gyors ételt, mondjuk legyen most egy szendvics, vagy rovajos szendvics. Ó, valaki begyújtotta. De jó, ipari ökolábnyom. Azt hittem, az az új kiegészítővel jött, de akkor ezek szerint nem, az ökolifestyle-jal. Oké. És utána gyere te is egyél valami ilyesmit. Te is egy gyors ételt vegyél, mondjuk te... Hát nem is egy sajtos sonkás szendvicset. Oké. Hófehérke? Nem? Hampipőke? Bocsi. Keljél föl, be fogsz pipilni, aztán meg majd mehetsz fét. Igen, menjél te. Ó, mekkora bögye lett. Na menjél már. Egy 10 óra. Hát nem telik ez az idő, hogy mit nem mondjak, azért nem olyan egyszerű. Jó, hát akkor utána gyere le utána elni, de már úgy unom, hogy komolyan át fogom változtatni, várjál csak. Mert már feletté unom, hogy mindig ez van rajtad, úgyhogy tervezünk neki egy ruhát. Ha nem valami komolyabbat csináljunk. Komolyabbat főzünk, de végre legalább nem ebbe a ruciba van. Mondom, állandóan éjszakaiba van. Én nem értem. Miket tudsz? Na nézzük. Nem tudom, mi ez a tricolor dangó. Bundás kenyér. Kempingkezők pörköltje. Na. Gyerünk egy olasz húsgombócot. Te már vagy annyira egy profi, hogy meg tudsz csinálni egy olasz húsgombócot. De jó fej, hogy te meg elmosogattál. Házit is megcsináltad. Jó, hát végül is azt csinálsz, amit akarsz. Te mit csinálsz? Te nézed a tévét. Te is megcsináltad a házit? És nem kéne eltakarítanod? Te nem vagy valami nagy takarításos. Aha. Ez az olasz húsgomboz?
De várjál már. Eltűnt az olasz húsgombot. Hát ez valami parfé. Gyümölcsös, joghurtos parfé. És hol van a... Hát nem, ti láttok itt valamit, nem? Hékás, hát ez így... Na még egyszer. Akkor legyen ez a szemgolyósat akkor. Most meg megnézem, van valami baja? Ja, meleg van kint, és itt meg meleg van, akkor figyelj te, akkor mi lenne, hogyha... Na, azt nem állj. Aha, ez kapcsolt ki először is, mert szerintem nagyon meleg van itt. Ezt olvasd el. Utána. Megcsinálj, nem tudom miért nem csináltam meg az előzőt. Bocsi, hogy kicsit hosszabb lesz ez a rész, de megmondtam, hogy nem fogok még egy hetet várni arra, hogy kiderüljön, hogy most lány vagy fiú lesz. Úgyhogy ezt most ki fogjuk teríteni. Ó, és ennyi? És kész is van, ezt nem is kell főzni. Nagyon jó. Szuper. Jó lett. Oké. Oké, akkor te még mennyi aludni? Mennyi van még? 6 óra, 6 órát, mi csak emberek, 6 órát kell kibírni. Jó. Hát úgy látom, hogy ti meg így tökre jól el vagytok. Esznek, isznak, puliznak. Ó, itt van egy olyan kis házikó, de jó, opa. Hol volt? Itt volt. De cuki. Ez tök aranyos. Nem sok fele mentünk még, mert igazából csak a szükségleteikkel foglalkoztunk. De majd bepótoljuk. Bepótoljuk, hogy mi legyen. Igen. De most még azt várom meg, hogy a fiúk azért el vannak, elbeszélgetnek, tök cukik. De jó ez a macska. Hol van? Három óra. Akkor lehet lassan föl kéne majd keltsem, hogy elmenjen. Igen, most már fölköltöm, hogy menjen el vécére, utána elmegy enni. Van maradék, szerencsére főzött. Valaki kopogott. Hát ki kopogna, hát ki? Jó van. Gyere be. Hogy tudom, hogy ne is te hívd be, hanem mi lenne, hogyha ti hívnátok be. Hívja be. Jó, és akkor tétseljetek. Pont amikor a szülés előtti időben tök jó. Már sok van, 15 perc. És akkor kiderül, hogy mi lesz. Jó, és most látjátok, semmit nem hallgattunk, epretseltünk. Popzenét se hallgattunk. Én nagyon bízom benne, hogy lány lesz. Ha 4 gyerek lesz, mármint, hogyha esetleg ikrek lesznek, akkor, akkor nem tudom, hogy hogy lesz. Akkor attól még én szerintem folytatni fogom a játékot. Igen, most ment szülési szabadságra, és ha minden igaz, akkor most mehet el. Nem, még mindig nem mehet el. Mindig nem, sajnos még mindig nem tud elmenni. 5 óra múlva várjál, akkor tudod mit, akkor... vegyél ki szabadságot. Van még 2 napod.
Ugye megyek szülni, nem megyek már dolgozni. Jó, hát akkor beszélgessetek. Kérdezzük meg tőle, hogy anyám, te miért nem öregedsz? Kérjük vissza a kulcsot. Félelmetes kérdés. Nem értem. Nem ki lehetne? Itt a szülés ideje. Tudom, hogy itt a szülés ideje, de most már megint le kell fektessem szegényt aludni, mert megint fáradt. Ő kezdett el főzni. Nem én mondtam neki. Hát még mindig nem. Jó, edd meg. Ja, azt hitted, neked csinálja? Azt hitted? Akkor te egyél maradékot. Az is jó, azt is most készült. Ő is éhes. Hát nem tudom, csak egy mentés. Lehet, hogy amiatt valami nem érzékeli a rendszer. Hiányzó játék, játssz egy másik játékkal. De te füst, azt hittem, hogy kibűzölök, de te bűzölöksz. Neked kéne már nagyon elmenni fürödni. De ne beszélgessél akkor, hanem gyere, fürödjél meg. Azt mondja, te tesó büdös vagy. Takarítsd el. Jó, vécézni kell mennie. Na hát, ha gyors megfürdik, és akkor utána... Ó, menjen, mehetnek suliba. Hoppáré. Ez nem jól jött össze. De mondjuk ez tök cik. Na szállját, de szállját, de gyorsan szállják ki onnan. Hát még a végén itt nekem itt izé lesz. Hát igen. Majd a suliba elintézitek. Hát csinálunk egy ilyet. Rejtőzön el, hát hogyha... Hát de most már csak szülhet. Egy barát születésnapja. Engedjél. Számlák jöttek. 700 a számla? Na, az igen. De jó, végre. Ezt vártam. És aztán meg elküldöm. Ha megette, akkor elküldöm utána. A kórházba megszüli a gyereket. Megküldjük egyedül. Jó, Istenem! Ó, közben hazajöttek a fiúk. Projekteket hoztak haza. Igen! Kislány! És akkor ő lesz Ariel. Ariel! Jaj, de jó! Kislány lett. Jaj, de jó! Fú,
És nem lett ikrek. Nagyon jó. Ó, de jó. Ó, de jó. Nagyszerű, itt van. Öleljük meg a máján. Ilyen csodálatos, de jó. Etessük meg. Sőt, tudjátok, mit nem is fel is neveztük. Ő neki nem lesz ilyen. Jaj, de jó. Kicsit felgyorsítjuk a dolgokat. Nem fogunk itt most babázni, mert a sorozattal nagyon el fogunk menni. Igen. Ja, itt mindegy, mi lesz. Ja, hát ne ilyen legyen. Legyen egy angyal. Ő egy angyal lesz. Jaj, de cuki. És majd csinál neki vörös hajat. De jó. Ó, akartam itt egy képet, de nem sikerült. Na, valamiért nem működik ez a... Tudok rólatok egy fotót készíteni? Na? Hát... Nem a legjobb, de majd, hát ha sikerül. Na, de akkor ezt a részleteim abba. Köszönöm szépen, ezt a részt megnéztétek, és találkozunk a következő résznél. Sziasztok!